Még most is ott az épület falán a felújítást hirdető tábla, közel 76 millió forintnyi állami és uniós forrásból fejlesztették a hőgyészi orvosi rendelőt. A beruházást tavasszal adták át. A most megválasztott 7-tagú képviselőtestületből 6-an mégis el akarták adni az ingatlant. Ezt néhány napja szavazták meg. Egyetlen képviselő ellenezte csak az épület értékesítését. Én azt mondtam, hogy mindenképpen név szerinti szavazást szeretnék kérni, mert hogy önkormányzati vagyon értékesítéséről van szó. Erre a pénzügyi bizottság elnöke, Gyetvai László, azt mondta, hogy azt meg kell szavaztatni. Ezek után a képviselőtestület megszavazta, hogy ne legyen név szerinti szavazás, utána pedig a polgármester előterjesztésére megszavazták, hogy értékesíteni kívánják a fővárosi orvosi rendelőt. Mivel a rendelőt pályázati pénzből újították fel, ezért ha eladnák, vissza kéne fizetnie az önkormányzatnak a több mint 76 millió forintot. Ezzel szembesülhettek az értékesítést támogató képviselők, mert néhány napja rendkívüli ülést hívtak össze, amin visszavonták a korábban elfogadott az eladásról szóló határozatukat. Viszont egy ilyen döntés is született, hogy tehát a médiának, a sajtónak csak a polgármester nyilatkozhat, a képviselők nem. Én ezt most megszegem, de azért szegem meg, mert úgy gondolom, hogy a szólásszabadság, a sajtószabadság az rám is vonatkozik, és igenis nekem kutya kötelességem tájékoztatni a település lakosságát a falut érintő döntésekről. Az orvosi rendelő eladása miatt több alkalommal is próbáltuk telefonon elérni Hőgyész polgármesterét, ám ő egyszer sem vette fel a készüléket, így mások mellett azt sem tudtuk tőle megkérdezni, hogyan segítette volna a település fejlődését, ha megváltak volna az orvosi rendelőtől.